Jó szóval oktasd, játszani is engedd. Ez volt az idei országos könyvtári napok mottója. A négy őselem a tűz, a víz, a föld és a levegő köré szerveződtek a programok. A projekthez a Berzsenyi Dániel könyvtár is csatlakozott, már nem először. Ez az a hét, amely az év egy hetében hétfőtől vasárnapig a könyvtárakról szól. Ilyenkor hangsúlyozottan sokszínű programokat szervezünk azért, hogy a könyvtáraknak a sokszínűségét megmutassuk, és tényleg ráirányítsuk arra a tevékenységre az olvasóknak a figyelmét, amivel mi foglalkozunk, hagyományokkal, újítással, az újítás egyében, új szolgáltatásainkra, nem csak a hagyományos szolgáltatások, könyvkölcsönzés működhet egy könyvtárban, hanem nyilván a közösség építésnek és az élmény teremtésnek, az olvasás népszerűsítésnek is nagy szerepe van a tevékenységünkben. Sok érdeklődött vonzott az Éjszaka a könyvtárban című rendezvényt szombaton. A szervezők figyeltek arra, hogy minden korosztály megtalálja a neki tetsző programot. A kicsik készíthettek stresszlabdát, mozizhattak és csillámtetkót készíthettek. A nagyobbak részt vehettek kvízeken, koncerteken és betekinthettek a könyvtár minden zugába. A horvát iskola tanulói minden évben részt vesznek a programon. A könyvkötés rejtelmeibe is bevezették őket. Tavaly is voltunk, és a tanárunk mindig ki szokott így hozni minket. Általában az iskolában én szoktam felajánlani, mivel nagyon jó programok vannak, és szerintem így eléggé összekovácsolja az iskolát. A könyvtárban kézműveskedni is lehetett, valamint régi újságokat is fellapozhattak az érdeklődők.